Hallotta, nem szórakozol. Egyedül viszed a merítőhálót? Hát nem tudom, honnan esik ez a sok víz. Igen. Mászál, Tomi, mászál, az lesz az. És egy csúszda, juhú! Srácok, srácok, már megyünk kirándulni Tomival. Beindítom a motoromat, aztán indulok is. Na, tartsatok velem. Olyan ló ereje van a motoromnak, amivel ma megyünk, hogy védőfelszerelés nélkül meg se lehet mozdulni vele. Na, jól lehet, hogy picit túloztam, de az a három lóerő mind benne van. Ezt figyeljétek. Ennyi? Miről beszélünk? Szevasz, Tomi, hát mit fogunk becsinálni? Horgászni! Ez az! Fogjuk a botokat, aztán dobáljuk be, hiszen nagy halakat kell, hogy ma fogjunk. Itt van az egyik botunk. Még nagyon kicsit. Mi? Vaddisznó? Bekete? Uram atyán, tényleg! Nézd már, Tomi, jön felénk! Adjunk neki enni! De mi? Hát nincsen semmi olyan kajánk. Utánozod a malacot, hogy jöjjön ide? Azt a de jó megy, ezt hallod neked, és itt is van. Mekkora füle van? Hát ez ilyen királyvár. Ez nagyon aranyos, és megkapta. Ez az. Hoztunk egy spitzbotot is, ezt is ki fogjuk próbálni, és itt van az etetőanyag. Mivel fogunk ma Tomi horgászni? Úgy hallottam, gilisztával? Igen. Megmered fogni a gilisztát? Undorító. Nem undorító, nem undorító, de én sem merem meg. Hát akkor kirakja fel a horogra, mert én nem rakom föl. Én sem. Akkor jót horgáztunk ma. Igen. Mit akarsz odaadni már megint a malasznak? A gilisztát ne adod, azzal horgáztunk, hát akkor mivel fogunk alakat fogni? Hát a fűvel. Azzal sokat fogunk. Na gyere, megyünk be a stéghez. Tomi, bemutatod nekem ezt a jó kis stéget, ahol vagyunk? A másikról láttam a szilárd. Igen. Ott volt a napnál. Belerepült a napba. A sirály. Belerepült a napba. Aha. Szerintem készítsük elő, melyikkel szeretné elsőnek horgászni, a spiccel vagy a kicsivel, a tiéddel? Jó, akkor... De ez kicsivel. Ki fogjuk húzni? Húzd ki nyugodtan, várjál, megoldom ott, hogy ne szúrjon meg. Szereznünk kell még egy kis etetőanyagot szerintem, nem ahhoz, hogy... Jó. Megyünk az etetőanyagért. Hallotta, nem szórakozol? Egyedül viszed a merítőhálót? Az igen. Na, mehetünk, megvan az etetőanyag, keverjük, aztán indulunk horgászni. Aszta! Várjál, bele fogsz esni a vízen, nagyon óvatos, inkább megfogom ezt, mit szólsz hozzá? Jó volt a próbálkozás, még én is alig bírom el. Hát nem tudom, honnan esik ez a sok víz. Igen. Nem szórakozok, hát esik fölött, csak fölötted esik az eső, nem tudok ezzel mit csinálni. Csak vicceltem. Ügyes, meg vagyunk ezzel. Tudod, mi kell még ebből, hogy jól összetapadjon? Egy kis víz, azt szedek én, mert szerintem beleesni nem érsz el odáig. Tartsd a zsákot, aztán hozom bele a vizet. Megy a keverés. Na milyen az állagat, ami még ebbe kell egy kis víz szerintem. Ez olyan, amikor homokozunk, csak annyi, hogy most étellel csináljuk. Ez szárazabb, mint a sivatag, ebbe hozzunk még egy kis vizet szerintem. Végül a spitzbottal folytatjuk, vagy hát kezdjük el a horgászatot, ez úgy gondoljuk, ez jobb lesz. Mit csinálunk most, Tomi, éppen? Lakjuk le a gilistát. Ez hozza nekünk majd a nagy halakat. Hát az első bedobás, Tomi, nagyon ügyes lesz, és hú, tökéletes bedobás. Várhatjuk a halakat, ne húzd ki, tartsd ott, csak tartsd a botot, és jöhetnek a halak. Szerintem még kéne egy picit beetetni, mert nem olyan sokat dobtunk be. Fogd a kezedbe a botot, és várjuk a kapást. Ott van a szép kis úszónk, hát eddig még nincsen halunk, pedig még itt ülünk már egy ideje. Mi a helyzet, Tomi, hogy értékeled eddig a horgászatunkat? Mi a bajod? Jó, mert még el kell mennünk a homokbányába dobni homokot. Igen. Ilyet kapás van, lesz hihetetlen. Már mozog, húzd ki, erősen, Tomi, erősen húzd ki. Nagyon ügyes. Állj fel szépen, azaz, és húzd, ott van az első hal. Hihetetlen, megvan az első. Ez kicsit beakad, de emeld ki. Aszta, ez egy törpeharcsa. Ne szórakozz. Tomi első fogása olyan kedves volt vele, hogy konkrétan megcsípte a lábát, és innentől másfél órán át, szenvedtünk. Megvan a második bedobás, Tomi, szerinted ez most meg lesz a következő halunk? Igen, lehet, hogy mi ugyanolyan lesz, mint. Alfenét most egy nagy pontyot fogunk fogni szerintem, csak várjuk az úszót, hogy mozogjon. Szerinted mi lesz? Ugyanaz a pici hal? Igen. Aj. Mozog, Tomi, mozog! Na jó, megvan, meg lesz. Ott van, ez egy nagy hal. Ó, megint az a picit való törpeharcs. Szerintem, Tomi, maradjunk ma addig horgászni, amíg lesz egy nem törpeharcsa, oké? Jó. Újra kapás, húzza, Tomi, nagyon ügyes vagy, mi le...
ez nagyobbnak tűnik, öcsém, ez nagyobbnak tűnik, 20 föl magasra, végre nem törpe, el se hiszem, hallod, nem törpe, ennek tudod, ezt tudod, hogy milyen fajta? Nem. Dévér. Miért? Mit mondtál? Dérvérkeszeg. Nagyon jó, gyere, nézzük már meg közelebbről. Hihetetlen, végre, mennyi ideje próbálkozunk. Az első okos halad. Nézd, milyen aranyos, nyugodtan hozzáérsz, ez végre nem fog megszúrni. Hát a Coopert is elsőnek így csomogattad, aztán milyen jó haverok lettetek. Hallod, Tomi, hogy van a térded? Az előbb megszúrt ugye a törpeharcsa, most fáj még egy kicsit? Hát igen, de utána már nem. Nagyon olyan lesz, mint a málna. Mint a málna? Milyen a málna? Mert olyan puha lesz, mint. Ja, értem, aha. Hát ilyen hasonlatról se hallottam még. Olyan a sebed, mint egy málna. Miről beszélsz? Olyan ehető a sebed, mint a... Ugye te nem szoktad enni a sebeidet? De. Mit csinálsz? Eszed a sebeidet, hagyjuk már! Hát megint trollkodsz velem, én útkor át akarsz verni, ugye? Megeszed a sebedet. Elsőn mutatok valamit, gyere, gyere, fuss, 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 fuss! Te fogsz menni most már robogómmal, jó? Te fogsz menni a robogómmal hazáig. Biztos, hogy nem. Na, hol vagyunk, Tomi? A következő állomásunk? Várja, várja, hol vagyunk? Homokbánya. Homokbánya, ezt figyeljét, kit fogunk most szórakozni a bányába. Legjobb lyukba belemész. Melyik a legjobb lyuk? Mutasd már meg nekem, mert én is nagyon kíváncsi vagyok. Azta, el is csúsztál be a nagy homokbát, el is hiszem, én is teljesen elsülyerek. Hol az a nagy lyuk, amit mondtál? Azta, de jó, beleugrunk? Király. Vigyázz, itt van néhány tüske, ezekben nem szabad belejutni, főleg mezítláb. Na, ugorjunk bele a homokba. Én már a hangja. Tomi, állj meg egy perce. Mondok neked egy kihívást, ezt muszáj, hogy teljesítsd. Gyere ide. Itt ez a meredek rész, és oda föl kell, hogy mász. Szerinted ez sikerülni fog? Próbáljuk meg, nagyon ügyes leszel, Tomi. Másznod ki, ez akkora, mint te körülbelül, de én bízok benned. Mászál, Tomi, mászál, az lesz az. Nagyon ügyes. Azt a oblig alattad, ez hihetetlen. Ó, leomolt. Na mindegy, akkor még egyszer. Segítsek, hogy menni fog. Menni fog az, Tomi. Menni fog. Úristen, omlik le teljesen az egész. Nem baj. Lépés, Tomi, megvan a lábadnak. Kapaszkodj, kapaszkodj és mász. Úristen, mindig leomlik, ez durva. Menni fog ez otthon a téglára felmászta, nehogy már itt ne menjen. És megvan. És egy csúszda. Hát ez nagyon jó volt. Látszik a távolság. Azt a... Ajjaj. Hát ez nagyobb majdnem, mint te, ez a homok. Tomi, dobjuk le a völgybe, mit szólsz hozzá? Fogd meg, és dobjuk le. Ez óriási. Jó, pung. Az utolsó homokkő, nem, ez az utolsó előtti, azt a nagyot kellett dobnod, Tomi. Hát tiszta takarítások vannak itt. Most jön az óriási nagy utolsó, dobra. Azt a... Te erős vagy, hallod? Azt a te, Tomi, mit tartasz a kezedbe? Mi ez? Muti, ez egy csont. Szia, homokbánya, majd találkozunk. De ez... Nem lehet eltörni, fog már meg. Azt, ez nagyon durva, de ez kinek lehet a csontja szerinted? Mi ez? Egy leplődívója. Az biztos.